Azt tudod, hogy én azt szerettem volna, hogy zenéljünk közben. Zenéljetek. Nem mi, hanem te. Mert hogy az volt az elképzelésem, hogy csinálni egyszer egy olyan beszélgetést, ugye neked mégis van egy kis múltad, de hogy tudunk úgy visszaemlékezni a különféle zenekarokra, a különféle korokra, hogyha nem mutatjuk meg, hogy akkor mi volt a zene? Tudsz róla beszélni? Nem is tudnám megmutatni, hogy akkor mi volt. Én akkor azt tudom megmutatni, hogy ma mi van. Én nem tudok visszafele zenélni. 1888-ra nem megy vissza a kezem, se a fejem. Emlékeim vannak, ami nyilván egy szűrőn keresztül fogja megmutatni, vagy elmondani, hogy ahogy én megértem, és ugye elmaradt bennem színes fényképnek, vagy fekete-fehérnek. Uh-huh. Az, hogy azt akartad, hogy én gitározzak itt közben, becsületesen, mint gitáros, megmutatnánk, hogy én, Józsi, nem tudok egyedül játszani. Nincs kinek, nincs miért. Én nekem az... Így érted az egyedül. Persze. Tehát, hogy nincs egy vákon költöd, akinek... Nem. És én megkerés vagyok ehhez, értem. Ez természetes. De az, akivel együtt lehet muzsikálni, az nincs. Franco. Akivel együtt lehet játszani, az hiányzik nekem hozzá, hogy... Mert az ilyen egyedül szobagitáros annyi van, hogy Dunát lehet rekeszteni velük, és én valószínűleg, hogyha valamivel kilógok, akkor az, hogy én nem ez vagyok. Uh-huh. Mert nekem, ha van olyan dolog, ami engem működhet, az, hogy valakivel együtt játszani, földobni a dolgot, és ezt elosztani, és amikor aki odafigyel, azzal meg megosztani, azért utána a stúdiót is, mert a falaknak kell muzsikálni általában. De vissza tudsz emlékezni a régi... Mindenre. Kezdjük el, ahogy szoktuk. Nem, hogy is hívom. De arra vissza tudsz emlékezni, hogy az, mit játszottál azon a bizonyos első rádiós versenyeden, amit meg is nyertél? Igen, nem nyertem meg én, hanem a Pegali zenekara nyerte meg, aminek a tagja voltam, tehát ez így igaz. Az igazságot kezdődik. Jó, mert minden izében, ami rólad szól, abban az van, hogy megnyerte 90-ben. Ez egy nagyon szép, nem én mondtam, hogy megnyertem. Ezt az én számból így soha nem lehet hallani, úgy lehet hallani, hogy ezt írják rólam. Én a nyertes csoportban voltam, a Quintet nyertes. Tehát a Quintet kategória nyerte zenekarában voltam. Aha. Ez volt az első, valaha első díj, amit játszottunk, és a Pega Aladárnak... És mit játszottál? Egy 6-8-ados B-dur blúzát. Meg egyszer? Egy 6-8-ados B-dur blúz, a Pega Alinak a szerzeménye. Uh-huh. Ne emlékszem, Magyar Jancsi pozanozott, Jávori Vili, az Aladár. Drága Vili. És én. És ez így volt Quintet. Azokra emlékszel azért, akikkel játszottál mindenkire. Életed során? Mindenkire emlékszem. Mindenkire. A külföldiekre nem. Nagy, csak a nagy, akik de volna. De Zappára emlékszel. Igen, hát nem úgy értve, hanem akikkel összedolgoztam kint, és stúdióban, a pénzkeresőben, nem, pénzkeresőben voltam, nyugaton, vendéglátóban. Mendig? Másfél éve. Hát az nem is olyan sok. Nem. Azt hittem, hogy többet szenvedtél. Nem szenvedés az. Aki azt mondja, hogy a szenvedés, az buta. Igen. Vagy hát ez rosszul állod, az egy szakma. Ez olyan, mintha azt mondani, hogy egy pincérhivatású embernek, hogy bemenni az étterembe, az szenvedés. Hát annak tekinted, akkor az nagyon kemény meló volt. Éjszakon, amikor dolgoztunk, az nagyon könnyű volt, mert akkor magyar zenekarral kerültem ki, ugye itthonról, ne köhögjél már ennyi. Bocsánat. A magyar zenekarba kerültem ki, fiatal, Jávori Vili, magyar titánokkal. Stockholmban egy tánclokálban játszottunk, reggel, délután este 8-tól éjjel 2-ig. Nagyon szép idők voltak, 35 fokos idejogban sétáltunk haza, mert már akkor nem ment a metró, a itthoni szövetkabátba. De a Willivel minden áldott nap elmentünk egy kis kitörővel a hangszerbolt elé, ahol ki volt téve egy gyönyörű dob, meg egy Gibson gitár, és álmodoztunk, hogy majd ez lesz nekünk. Ez egy idő után könnyebben ment, mert fölgyulladt egy szörme volt. Kiderült az újságban, hogy kiárosítás van, és azokat a gyönyörű svéd bundákat, amik igazán mehet, az gombokért meg lehetett venni, úgyhogy rögtön elszaladtunk, a kis maradék pénzünkből vettünk egy-egy bundát magunknak. És nem pásztatok többet? Nem pásztatok, de nagyon büdösek voltunk, mert úgy nem lehetett bemenni tőlünk, sehol tiszta füstszag volt az egész zenekar. Úgyhogy ez és akkor szétroppant a zenekar végének, gyereke született, hazajött. És te hova kerültél? Kiselemért fiával jártam egy Jungbü nevezettű helységbe, Svédországba, miután ez a munka megszűnt. Hát ez nagyon érdekes volt, ugye akkor kerültem először kapcsolatba egyszál magam a nyugati kultúrával, mert úgy Falkában jók voltunk, de egymagam azért érdekes volt, megérkeztem Jungbübe a vonattal,
egyik kezemben a gitárom, másik kezemben az erősítő, álltam a privát út, és kijöttem a hotel elé, ahol egy gyönyörűséges, hatalmas, szürke Chevrolet taxi volt. Leintettem. Volt pénzem, mert ugye elvégem volt az előző bulinak, tehát onnan, amikor eljöttünk, onnan volt lém. Betettük az erősítőt, betettük a gitár mindenben. Leültem, és az akkori angol tudásom azt mondtam, hogy Grand Hotel. Pasi, rámnéz. Grand Hotel? Are you sure? Biztos vagy? Mondom, Grand Hotel, mint a nagy Csakonics bárodom. Azt mondta, oké, mit csinálunk? Lehetett egyet bezősül, és ennyit mentünk, mert a másik épület volt a Grand Hotel. De legalább ültem amerikai autóba. És akkor az Elikével játszottunk trióba, nagyon jól sikerült, jókat játszottunk, és aztán ez így tehetett 8 hónap, sikerült autót venni, meg gitárt cserélni, de szóval financiálisan az egész nagyon szép volt, és akkor egyszer volt 35 dollárom, és azt mondtam, hogy én nem bírom tovább, és beraktam új gitárt, új erősítőt az autómba, és hazajöttem. És azóta nem is voltál vendéglátógyépként. Tac, tododori, ez öt. Tarararari, torora, tarara, tat. Tarara, tarara. Igen, így vannak a nyolcadok. De ez a vendéglátózás családi örökség, nem? Hát az édesapám, a dédnagypapám, a nagypapáim, mindenki játszott, étteremzenészek voltak, persze. A származásod az ezek szerint roma? Kusza. Mi? Kusza. No. Szentendrén a városi garnizonban volt egy Grün Simon nevezető ezredorvos, zsidó ember, katonatiszt. Ennek volt egy lánya, és az megesett egy ottani katonatiszttől. És ennek volt egy gyereke, és már nem a katonatiszt nem vette el felségül, és ez az ember összeállt a garnizonban muzsikáló cigányzenekar brácsosával, aki az én nagyapám volt. Mert ez az asszony. Az asszony összeállt a zsidó asszony összeállt a cigány emberrel, a fogadatlan gyerekkel, és elszöktek, és mindjárt született hat gyerekük. És ezek közül az egyik az én nagypapám volt. De a szülők nagyon hamar meghaltak, és akkor a nagypapa, a bátyja nevelte, meg vigyázott rá, ő zenész nevelt belőle, a bátyja hegedűs volt, a nagypapa cimbalmos, és akkor így járták a világot akkor a századforduló után. Tanultatok azóta nagymamával, elvette a nagymamámat felségül, aki egy hölgyészről való hölgy, cigányasszonynak mondják, de nagyon gyanús nekem a történet, mert az ő, mindenkinek van a romáknál van beceneve, tudod, és az ő beceneve paraszt volt. Ami nem egy... Akkor nem. Ez a dolognak nagyon egyszerű a magyarázata. A hat testvér közül öt üszök fekete. És a nagymama meg hófehér, és gesztenye barna, szóval gyanús. Mindennek fordulhatott, szerintem minden megtörtént. És akkor ezen a vonal, és innen született az édesapám, tehát onnan van egy komoly koktél, vérkoktél. És akkor mondom az édesanyámat, akinek az édesanyám nagypapája, aki az én, szerintem én, ha valami tehetség örökölhető, akkor tőle örököltem, igazán nem a papám vonaláról. Őt úgy hívták, hogy Pulyka András, és Csóri volt a beceneve, és ő volt a karmester. Na most a romáknál a karmester, ezt nem úgy kell érteni, hogy áll és hadonászik, nem? Hanem betanít. Ő az, aki kottátolvás. A Farkas Gyula bácsi. És ő a Guleszkurnál egy 18 tagú zenekarnak volt a karmestere. Azért itt vártak, mert ő volt az egyenlő, aki olvasott kottát. És hát ő betanította a dolgot. Tudni kell azért annak, aki ezt a világot nem ismeri, hogy ezek a nagy zenekarok, 18 tagú zenekarok, ezek azokban a hatalmas mulatokban és éttermekben játszottak, ott nagyon komoly repertoárt játszottak, tehát opera részleteket, nyitányokat, átiratokat. Szalonzenét, cigánzenét, igen, minden. És a cigánzenének csak egy bizonyos
A Monti csárdás, meg ilyenek. Nem tudom, hogy pontosan mi, de a hangszerelt részét. Én tudom, mert dolgoztam a Rajkukkal. És ők Párizsban játszottak, és jött egy éjszaka egy csuhás ember, nagy fakereszttel a nyakába, szakállás, oroszul ordított, és nagyon részeg volt. Rasputin, mit utóbb kiderült, és ez az egész zenekart elvitte azonnal Szentpétervárra, mert a cárnével, mint utóbb én utanolvastam, volt egy furcsa viszonya, mélyen deprimált volt a gyerekének, a Mikloskának a hemofiliája miatt. Helye. És elvitte ennek az asszonynak, bemutatni a csütörtöki audienciát a zenekart, és az asszony egyet tapsolt a koncert végén. Ez azt jelentette, hogy ott maradtak a környéken. A nagymamám testvérei ott születtek. Aranka néném talán Moszkvába, Rózsika. Ezt ők mesélték, a nagymamám testvéreim. És aztán, mikor a balhé volt, akkor elvitt őket 6 gyerekkel együtt Szibériába, és 2 év alatt jöttek haza. Valahogy. De erről érdekes, hogy nem beszélni, olyan hülyeséget mesél, ezekről soha nem tudtam tőlük. Mindig az időt meséltek a Grimm testvéreknek valamelyik szörnyűséget. Az édesanyám, ugye született a nagymamám, és ugye hol laknának, mint a 8. kerületben. Mert azt is elmondom, hogy miért. És ott összeismerkedett a nagymama, aki nagyon szép serdülő lány volt, az ottani zsidó fiúk, az ottani ószeres fiúk közül az egyikkel, a Klein fiúk, 5-en voltak, nagy 5 darab srác, azok voltak akkorák, mint én. Apám is törpent, édesanyám, mindenki kicsi. Azok a 2 méteres fiúk közül az egyikkel nagy szerelem volt, vegyes házasság, és megszületett a 2 leánygyermek, az én édesanyám és a testvére. De mikor a testvére anyám 31-ben született, a testvére 35-ben, apát 39-ben elvitték, és soha többet nem lehetett látni. Munkaszolgálatosként halt meg. Nagyon érdekes a történet, mert se nem egy német náci nőtte, sem egy rohadt orosz katona. Becsületes magyar emberek vigyáztak rá puskával, hogy éhen haljon. Munkaszolgálat. Munkaszolgálat. Ágfalvánál már kifelé menet vitték tovább. Mm. Ez volt a... És akkor így született az édesanyám, akinek a fele roma, biboldó, stb. És akkor született... És akkor tehát nagyon vegyes vagy. Nagyon, az édesapám meg az édesanyám találkoztak, és akkor abból lettem én. Úgyhogy most kérdezd meg, hogy milyen a vérkeveredésem. Mert szép. Az nagy dolog, egy ilyen nagy világhírű csávóval zenélni, vagy ez csak inkább PR? Tehát zeneileg nagy dolog-e, úgy értem. A Frank Zappával játszol, akit a világ elfogadott, azon a saját önértékelésed, az ázsiód kerül próbára, hogy vajon... Hol volt ez a koncert? Tabámba. Azt írja rólad a szakirodalom, hogy itt 50 ezer ember tombolt. Állítólag igen, nem számoltam meg őket. Nagyon sokan voltak, hát ott... És hogy került ide a Cappa? A Demszkijék elhívták a oroszok kivonulásának a napjára, mint díszvendék. Akkor mi a Merlinben sokat játszottunk, a Szakcsik, Köszegi Imike, Egri Jancsi, meg én, ez egy összeszokott ritmuszekció volt. És mint én összeszokott ritmuszekciót rendeltek minket a Frank Cappa mögé. Aki a próbán nem egy számot kitett, és megnézte, hogy jutunk ott átolvasni, hanem a labdafelvételi képességeket nézte, hogy tudunk labdázni, és ő vezette a sessiont, jobbra-balra gitározott, és meg mentünk vele jobbra-balra. Megtörtént, elvitték 8 testőről, olyan ideges volt tőle, mint a rosszabb. Nem szerette az egész perpatvart. Akkor elvitték, és akkor este odahozták.